Sziasztok, ikrek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném azoknak megköszönni, akik már néztétek a videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, valamint ha feliratkoztatok, akkor nagy-nagy köszönet, nagyon hálás vagyok érte. Ha most látsz először, akkor viszont köszöntelek, nagyon örülök, hogy megtaláltál. Ebben a kirakásban azt fogjuk megnézni, hogy a május hónapban milyen energiákat várhat a szerelem és a kapcsolatok területén. Mint mindig, ez a kirakás egy általános kirakás, így figyelj arra, ami rezonál, és engedd el a többit. De kezdjünk hozzá. A kirakásod közepén a botok 7-es található. A botok 7-es az általában egy védekező pozícióban lévő embert jelent, tehát valamit próbálsz megvédeni, ez lehet a kapcsolatod, lehet, hogy a kapcsolaton belül próbálod megvédeni a nézőpontodat. Jelenthet azt is, hogy a kapcsolatodat kívülről támadják. Ez lehet egy harmadik személy, lehet igazán bárki, aki úgymond problémát okoz a kapcsolatban. Általában ez a kártya azt mondja, hogy védd meg a pozíciódat, védd meg a kapcsolatodat, mert megéri, és ne engedd azt, hogy mások úgymond elrontsák, amiért megküzdöttél. Igazán te vagy az, aki győztes pozícióban vagy. Hogyha egyedülálló vagy, akkor ez a kártya azt jelenti, hogy valószínűleg több emberrel kell megküzdened azért az emberért, aki tetszik neked. És általában a kártya azt mondja, hogy keményen harcolj, mert ha nem, akkor úgymond a háttérbe fogsz beleszürkülni, és ez az ember nem fog téged észrevenni. De nézzük még, hogy még milyen lapok vannak. Az első a mágus, ami egy nagyon pozitív kártya, mert azt jelenti, hogy minden képességed, mindenen megvan ahhoz, hogy létrehozd azt a kapcsolatot, amire vágysz. Ha már egy kapcsolatban vagy, akkor ez általában azt jelenti, hogy a kapcsolat egy mélyebb, komolyabb, erősebb kapcsolat irányába mozdul, ami úgymond sok boldogságot ígér. Tehát ez lehet igazán eljegyzés, összeköltözés, bármi. Ha egyedülálló vagy, akkor pedig azt jelenti, hogy igazán itt az ideje arra annak, hogy találkozz valakivel, bevonzd az embert, akit szeretnél az életedbe, mert mindened megvan ahhoz, minden képességed, hogy úgymond elkezd egy kapcsolatot. A következő lap a halál kártyája. A halál kártyája az egy nagy, hatalmas átalakulás, változás, egy olyan változás, amit igazán nem tudunk megállítani. Tehát ez jobb, hogyha ezzel a változással együtt dolgozunk. És igazán ez a változás attól függ, hogy milyen a kapcsolat. Ha egy jó kapcsolatban vagy, akkor ez a változás igazán csak azt ugyanazt jelzi, mint a mágus, hogy úgymond pozitívabb irányba változik. Lehet, hogy eljegyzés, lehet, hogy terhesség, és ez a hirtelen, ez a változás úgymond egy kicsit sok az első pillanatban. Ha a kapcsolat, amiben benne vagy, az nem egy jó kapcsolat, akkor igazán ez a kártya arra figyelmeztet, hogy valószínűleg itt az ideje annak, hogy búcsút mondj a társadnak, vagy pedig igazán dolgozzatok azon, hogy megváltoztassátok, átalakítsátok a kapcsolatot. Lehet, hogy úgymond valakinek segíteni kell nektek ebben,
És igazán, ha átmentek ezen az átalakuláson, azután a kapcsolat egy szinte új kapcsolat lesz, amire nem is tudsz ráismerni. Ha egyedül álló vagy, akkor a kártya azt mondja, hogy próbálj meg megszabadulni a régi hiedelmeidtől. És igazán üdvözöld ezt a változást, ami jön az életedbe, mert az fogja elhozni neked a szerelmet, hogyha feladod a régi elvárásaidat. A következő lap a érmék 9-es, ami egy nagyon jó, stabil kártya. Általában azt jelenti, hogy egy stabil, biztos kapcsolatban vagy, ami úgymond megadja neked azt a szabadságot, amire szükséged van ahhoz, hogy kiéld az álmaidat, megvalósítsd az álmaidat. Azoknak, akik már úgymond egy érettebb kapcsolatban vannak, ez jelentheti azt is, hogy igazán már eljutottatok oda, hogy élvezzétek az egymás társaságát, valamint azokat az előnyöket, amit ez a kapcsolat hoz az életetekbe. Ha egyedülálló vagy, akkor ez a kártya igazán azt jelenti, hogy igazán élvezed azt, hogy egyedülálló vagy, élvezed azt, hogy ismerkedhetsz új emberekkel. Valamint azt is jelenteti, hogy egy idősebb, tanult, stílusos ember jön az életedbe. A következő lap a botok ásza, ami egy új szikrát jelent, amiből valami nagy keletkezhet. Ez a szikra igazán lehet bármi. Ez lehet egy új kezdet, egy új valami hír, egy új kezdeményezés, de általában egy létező kapcsolatban egy új fejezetet jelent, amikor a kapcsolat úgymond megújul. Ez lehet eljegyzés, házasság, lehet az is, hogy úgymond házat vesztek együtt közösen, vagy lakást. Ez a kártya is igazán figyelmeztethet arra, hogy házat vesztek. De néhányatoknak jelenthet terhességet. Ez a kártya nagyon jó a terhesség, valamint a gyerekszületés szempontjából. Tehát néhány embernek lehet, hogy egy gyerek jön az életetekbe, ami úgymond nagy változás hoz a kapcsolatban. Ha egyedül álló vagy, akkor pedig ez a kártya azt jelenti, hogy valószínűleg valaki bejön az életedbe, akiért úgymond érdemes harcolni. A botok 7-esről már beszéltünk. A következő a botok 9-es, tehát nagyon sok bot tűz energia van itt. Tehát a botok 7-es ez egy elfáradt embert jelent, aki úgymond kész arra, hogy feladja, nagyon sokat harcolt, nagyon sok sebet kapott ez a harc során. Tehát néhányatoknak ez azt jelentheti, hogy úgymond a kapcsolatotok, ha a kapcsolatban vagy, akkor egy keményebb időszakon ment keresztül. Ez lehet bármi igazán, ami ezt a keményebb időszakot okozza. Bármi is ez igazán nagyon legyengít téged érzelmileg, testileg, igazán úgy vagy ezzel, hogy már képes vagy feladni. De ez a kártya mindig azt mondja, hogy ne hagyd abba, ne állj meg, folytasd, mert érdemes. Már közel vagy ahhoz, hogy elérd a célodat. Ha egyedülálló vagy, akkor azt jelenti, hogy néhányatoknak az előző kapcsolatotok során szerzett sebek
úgymond megakadályoznak abban, hogy új emberrel ismerkedj meg, és igazán kezd eleged lenni abból, hogy találkozz, randíz, azért is vagy úgymond jól érzed magad egyedül. De mint mondtam, ez a kártya arra szólít fel, hogy ne add fel, tehát folytasd, mert úgymond közel vagy ahhoz, hogy találkozz valaki újjal. Aztán nézzük a végkimenetelet, de előtte ne felejtsd el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az nekem jelzés abban a tekintetben, hogy az üzenet rezonált, és segít abban, hogy növeljem a csatornát, és több emberhez eljusson az üzenet. De nagyon szívesen olvasom a komment részben, hogy melyik része a kirakásnak hogyan valósul meg, hogyan manifestálódik az életetekbe. De folytassuk. A következő kártya a kardok kettes. A kardok kettes az a döntésképtelenség kártyája, amikor nem látunk tisztán, vagy nem akarunk tisztán látni. Lehet, hogy valami olyan döntést kell meghoznotok, ami nehezen tekre esik, és mind a ketten úgymond vaciláltok, hogy meghozzátok ezt a döntést. Néhányatoknak lehet az is, hogy úgymond a kapcsolatban van valami, ami nagyon sokat vitatkoztatok, de most jelenleg éppen tűzszünetet tartotok. Mindenképpen valami olyan dolog, olyan döntés van, amivel szembe kell néznetek. Tehát le kell venni ezt a szemfedőt, és a megérzéseitekre hallgatva meg kell hozni ezt a döntést, és szembesülni kell vele. Itt a hold, ami mindig a megérzéseinket jelzi. Néhányatoknak azt jelenti ez a kártya, hogy úgymond két ember között nem tudsz dönteni, és amiatt úgymond olyan helyzetben vagy, hogy kettő között. Néhányatoknak pedig azt jelenti ez a kártya, hogy úgymond van valaki, aki tetszik, de nem mered neki megmondani azt, mert igazán félsz attól, hogy vissza fog utasítani. Tehát mindenképpen mondd meg ennek az embernek, mert ha nem mondod meg, akkor és lehet, hogy harcolni kell érte, mert ha nem mondod meg, akkor el fogod veszíteni. A következő az érmék apródja, az apródok általában valami jó hírt hoznak, de kapcsolatok területén, ha kapcsolatban vagy, akkor azt jelenti, hogy nagyon hűségesek vagytok egymáshoz, a partnereddel, de lehet, hogy már a szikra, ami úgymond elkezdte a kapcsolatot, már kihűlőben van, és ez a kártya azt mondja, hogy úgymond hozzátok vissza azt a kezdeti lelkesedést. És szerintem ez a szikra, ez vissza is fog jönni nektek. Ha egyedülálló vagy, akkor ez a kártya azt mutatja, hogy nagyon sok lehetőséged van arra, hogy úgymond találkozz valakivel, és igazán arra szólít fel, hogyha ez az ember az életedből bejön, akkor mindenképpen két kézzel ragad meg ezt a lehetőséget, mint ahogy ez az apród is két kézzel ragadja meg azt az érmét. Tehát ez a kártya azt mondja, hogyha egyedülálló vagy, hogyha van valaki, aki érdekel, valaki tetszik, akkor mindenképpen mondd meg neki. Tehát itt két olyan kártya is van, ami arra szólít fel, hogyha tetszik valaki, harcolj érte, mondd meg neki. Tehát mind a kettő kártyának ez az üzenete. Aztán nézzük, hogy mi az utolsó lap. Az utolsó lap a kardok 8-as. A kardok 8-as egy másik bekötött szemű embert jelent, tehát két bekötött szemű emberünk is van. Tehát ez általában azt jelenti, hogy valami miatt nem látod a kiutat a helyzetedből. Úgymond
úgy érzed, hogy csapdába vagy, de általában ez az érzés igazán csak a fejünkben van, mert ezt a szemellenzőt nagyon könnyű levenni. Tehát gondolkozz azon, hogy mi az, ami úgymond úgy érzed, hogy nem tudsz ki kecmeregni a helyzetedből. Néhányatoknak ez a kártya jelentett, hogy van valami konfliktus a kapcsolatotokban, és valamit nem láttok, valamit nem akartok látni. Ha egyedülálló vagy, akkor pedig jelentheti azt, hogy igazán arra vársz, hogy valaki bejöjjön az életedbe, és ez az ember mindent megold, ami rossz. És ennek a kártyának az üzenete abban a tekintetben az, hogy először úgymond önmagadat kell szeretned, és a belső boldogságot kell előbb megtalálnod ahhoz, mielőtt úgymond mástól várod azt, hogy boldogát tegyen. Kedves ikrek, igazán ennyi van számotokra, majdnem levertem a mikrofont. Remélem, hogy ez az üzenet rezonált, és újra láthatlak.